Szia, és köszöntelek az egyetemisták poklában, avagy a vizsgai időszakban. Ez az utolsó napom, és úgy döntöttem, hogy miért is ne készítsek egy multimédeszert, hogy mit eszek egy ilyen napon, amikor semmi időm nincs kaját csinálni, csak össze kell dobnom valamit, úgyhogy kezdjük is el, és lássuk, hogy mit eszek a vizsgai időszakban. Reggelire nice creamet és chia pudingot fogok készíteni, mert ezeket az előző este meg lehet csinálni, legalábbis elő lehet készíteni őket. Szükségünk lesz fagyasztott banánra, egy kis tejre, csak hogy menjen vele a gép, illetve valamilyen édesítőre, én agave szirupot használok, majd pedig miután ilyen vanília puding állagúra turmixoltuk, jöhet bele a fagyasztott piros gyümölcs, én jégkocka tartóba fagyasztottam le konkrétan, és ilyen fagyit fogunk kapni, ami nagyon-nagyon finom. És persze az elmaradhatatlan kávé is, ugyanis vizsgai időszakban sajnos függök tőle. Majd pedig kész is a reggelink, egészséges, és vizsgai időszakban ad egy kis energiát is. Szóval most teszem a reggelim, itt az ágyban, nagyon gyorsan, ez nice cream az egyik oldalon és chia pudding gyümölcsökkel, illetve almásrészes kávé, amit már muszáj vagyok meginni, pedig már egyébként heróton van tőle, ez a karácsonyi Nespresso kollekcióban volt, de már unom nagyon, de túl sokat vettünk karácsonyra, illetve egy C-vitamin és ez a Herbers kapszula, amit kevés ideje szedek bár, de eddig nagyon-nagyon jó, eddig like, eddig pipa, és sokan arra szedik ezt, hogy megnőjön a hajuk tőle, de az én hajam, amit látjátok, mert alapból nagyon hosszú, ettől hosszabbra már nem szeretném, viszont nem szeretném, ha eltörne, hogyha tudjátok, lapos lenne, meg gyenge, úgyhogy azt ígéri ez a Herbers, hogy belülről segít a hajamat ápolni. Eddig jó, van benne mindenféle szuper dolog, kollagén, szilícium, biotin, MSM, szelén, cink, hialuronsav, kalcium, folsav, B, C és A vitaminok, szóval igazából ez egy ilyen étrendkiegészítő, és a hajamat segíti megóvni és ápolni belülről. A hajam a mániámmá vált, szóval azért szedem ezt, és közben pedig még egy kicsit tanulok, még van körülbelül 15,5 másodpercen megenni mind ezt, úgyhogy let's go, közben ezt még átnézem. Indulok is. Szia! Az iskolából éhhalál határán visszatérve paninit készítettem, amihez kell tonhal, kukorica, majonéz és sóval, borssal és citrommal ezt a cukiságot lehet belőle csinálni, amit én nagyon-nagyon szeretek. Ez pedig ilyen szlim kenyér, amit még jobban szeretek, mert kevés a kalória benne, és mégis fehér kenyér íze van. Majd pedig ebben az összenyomós meleg szemücsütőben megsütöttem, és annyira nagyon jól esett ezzel a narancslével. Megfáradtam, de törve nem. Elfogyasztottam az ebédemet, és isteni volt, végre beteljesültem. Szabad vagyok! Sőt, annyira jó kedvemben voltam, hogy még anyukám mánás édességéből is ettem egy kis tányérral, és annyira finom volt. Köszi, anya! Na, vacsira, a harmadik szemeszteremet megünneplendő, eljöttünk havázni, és most, hogy kicsit változatosak legyünk, nem a lagunába, hanem ebbe a hotelba jöttünk. És mindjárt nem tudom, hogy itt havázunk. Na, a leveskének ezt a tomjam, a kis kivajrákos levest tesszük, amit mindig szoktunk. És ennyit bírtam belőle megenni, mert nagyon-nagyon csípve. Nevetnek az én szövegemben. Na mindegy, itt a sushink, ráfókuszálok nektek. Ez lesz mind a hamma, oda-vissza, megesszük mindet. Na, most már tényleg elérkeztünk a nap vége felé, szóval bocsánat a fényekért. Most iszom a teámat, ami naponta kötelező. Egy kávévizsgai időszakban és egy tea minden nap kötelező, egyébként meg imádom. A kedvenc bögrémben, amit Jennytől és Babicától kaptam, az egyik néző találkozó, és ez a legkedvencebb teám. 20 év alatt a legkedvencebb, ez a Marks & Spencerből van, és ez egy zöldtai jázmény, úgyhogy ezeket imádom inni. Remélem nem bánjátok itt a karácsonyi szettet, csak gondoltam becsillelek, ha már tényleg 3 órát aludtam az éjjel, és ameddig elhűl a teám, gondoltam, hogy együtt letesztelünk itt két terméket, ez egy Samsung Galaxy S7 Edge telefon, de nem is ez a lényeg, hanem ez a szemüveg, amit szintén tesztelésre kaptam, és ezzel a szemüveggel pár percre vörös szintévesztő lehetek. Az a lényeg, hogy a Samsung kifejlesztett egy appot, ami szerintem rohadt forradalmi, hogy bekalibrálhatod magadnak azt, hogy
hogy szeretnéd nézni a tévét, ahhoz mérten, hogy mennyire vagy színtévesztő, és egyébként, és így ezzel együtt teljes színélményben nézheted a tévét. Utána olvastam, és nagyon sok ember színtévesztő úgy, hogy nem is tud róla. Én biztosan színtévesztő vagyok akkor, amikor fáradt vagyok. Ezt nem tudom, hogy orvosilag lehetséges-e, hogy csak akkor vagyok színtévesztő, ha fáradt vagyok, de ha fáradt vagyok, például a vizsgai időszakban, akkor számomra csak a szürke szín létezik hunyorogva. Úgyhogy a lényeg az, hogy ezzel az app segítségével, a C-Colors app-al leteszteltem azt, hogy alapból színtévesztő vagyok-e vagy sem, úgyhogy 20 éves titokra most fény derül, és letesztelem, utána pedig ezzel a szemüveggel vörös színtévesztő leszek egy pár perc erejére, és nem tudom, belenézek egy filmbe vagy valamibe, hogy mennyire látok másként ezzel a szemüveggel, mint alapból. Lehet, hogy semmennyire, lehet, hogy alapból is vörös színtévesztő vagyok, úgyhogy elszorakázgatunk egy kicsit, ha nem bánjátok. Na, hey, Hanti! A színlátásom nem mutat eltérést a gyári beállításoktól, szóval alapból most, hiába aludtam 3 órát, nem vagyok színtévesztő. Úgyhogy ez is kiderült, most viszont felveszem a szemüveget. Ez lesz izgés, ezzel kitöltöm a tesztet. A szemüveggel együtt azt írja, hogy lehet, hogy deutánlátásom van, és rosszul érzékelem a zöld szín árnyalatait, ami elég érdekes, nem tudom, hogy ez üti egymást, hogy így vörös színtévesztő vagyok, és a zöldet nem láttam, úgyhogy hely, figyeljetek, egy különleges darab vagyok szemügyileg. Na, nézzünk bele egy Scooby-Doo részbe, imádom a Scooby-Doo-t. Scooby-Doo rémes karácsonyában, és lássuk, hogy hogy látok a szemüveggel. Basszus! Hát nagyon jó mesét választottam, mert tűzi játékokkal kezdődött, ami csupasz szín volt, és nekem annyi a más, hogy minden szín egy kicsit egybefolyik, és minden szín szürkés, ami elég idegesítő. Úgyhogy, ha színtévesztő lennék, és valaki előállna azzal, hogy mostantól nézhetem a tévét rendesen, csupasz színbe, akkor annak nagyon örülnék. Szóval szerintem enélkül a szemüveg nélkül is a saját szemeteket teszteljétek le a C-Colors app-val keresztül, illetve a saját látásatokat, nem a szemeteket, mert lehet, hogy kiderül rólatok, hogy alapból is színtévesztők vagytok, és akkor tök jól tudjátok használni ezt az appot. Ha esetleg kiderülne rólatok bármi, hogy színtévesztők vagytok, vagy alapból kíváncsiak vagytok a témára, akkor pedig látogassatok el a Samsung Launching People weboldalára, majd lerakom nektek a linket, és folytassuk a Mutimite felett, hol a teám. Pont el. Ebbe a teába egy gram cukor vagy citrom nem kell, így finom, ahogy van, isteni. Főleg, ha a Jennytől és Babicától kapsz bökrét hozzá, csak úgy mondom.